Szeretettel üdvözöllek. Nevem Jós István, ez itt a Kérdezz Felelek, és a mai kérdés, az nem a mai kérdés, ez egy visszatérő kérdés. Csak a tegnapi személyes konzultáción is előkerült, meg az Ego Jogán van ez az online csoportos konzultáció, és ott is előkerült, úgyhogy úgy látszik, nem beszéltem még erről eleget, vagy elég érthetően. Tehát a helyzet az az, hogy mi a tennivaló akkor, amikor a férfi nem fogad el segítséget. Ugye nők gyakran számolnak be erről, hogy ő így próbálkozik, de a férfi az elutasító, meg nem válaszol, meg nem tudja, meg bizonytalan. És hogy mi a tennivaló ilyenkor, amikor úgy tűnik, hogy nem fogad el segítséget. Az első és legfontosabb, és most kicsit sarkos leszek, elnézést, hogy ilyen nincs. Olyan, hogy a férfi ne fogadná el segítséget. A férfi vágyik segítséget. A férfinek az egy alapvonatkozása, hogy van valami nagy, bizonytalan, kockázatos feladata a saját élménye szerint a világban, és ehhez szüksége van segítségre. Ez egy ilyen alaptudás minden férfi lelkébe, hogy ez egyedül nem fog menni, segítségre szükségem van. És a segítség alatt értve a nőt, aki támaszt hisz, és értve harcostársakat. Tehát, hogy a férfinek egy alapvonatkozása, hogy szüksége van segítségre. Vagy úgy, hogy ő csatlakozik, csapatban részt vesz, együtt megcsináljuk, vagy úgy, hogy ő vezető, de igazából a férfi máshogy jól nem boldogul, mint idézőjelben falkában, vagy törzsben. Tehát, hogy a férfi egyébként, mint minden ember, tartozni vágyik. Tehát ilyen nincs, hogy ő ne akarna segítséget. Olyan nincs. Olyan van, hogy te nem jól segíted. Olyan van, hogy te nem jól csinálod. Olyan van, hogy te nem... A nem jól alatt értve, hogy jól a saját szempontodból, csak nem olyan módon, ahogy amire neki szüksége volna. Ugye a klasszikus probléma az ezekkel a bizonytalan férfiakkal, aki mostanában nagyon gyakori a világban, hogy nem tudja, mit akar, és tényleg nem tudja, mit akar. És a nőknek nagyon nagy nehézséget okoz az, hogy a férfi a fiatal felnőtt korában, amikor még a titán időszakban vagyunk, ez a fiatal nagyképű, 20-as, 30-as, sikeres típusú férfi, ilyeneken szocializálódtok ti nők, hogy valahogy így a nők azt hiszik, és egyébként joggal, mert erről van tapasztalatuk, hogy egy férfi tudja, mit akar, és ő mindig is tudni fogja, és egy férfinek egy alapvonatkozása, hogy tudja. Csak hogy a férfi a tudatos időszakban, ugye amikor a mintái válságba jutnak, a tudatos időszakban a férfi elbizonytalanodik, és ennek az eredménye, hogy nem tudja, és tényleg nem tudja. Tehát igazat mond, amikor azt mondja, hogy nem tudja. Nők jönnek hozzám ezzel a kérdéssel, hogy ott van és sír, már mint a férfi, és mondja, hogy nem tudja, elhiggyem-e neki. De hát könyörgöm, sír. Hát tényleg nem tudja. Értem, hogy nehéz ezt aggyal megérteni, de valahogy így zsigerileg kell érezd, hogy igazat mond, valóban nem tudja. A férfi ebben az életközepi kihívások időszakában, ami a fiatal felnőtt kor mintáinak a válsága után, ez a tudatos korszak, keresem magam, vándor, önismeret, ki vagyok, mit akarok időszak, mindig mondom, nem tudja, hanem felfedezi igazából, hogy mi van, vagy mi legyen. És azt kell érteni, hogy az ilyen állapotú férfi, az tényleg nem tudja, és mivel nem tudja, nem olyan kezdeményező, mint amilyennek te megszoktad, hogy milyen egy férfi. Tehát mint amilyennek te megszoktad, hogy milyen a titán. Milyen volt, amikor 20 évesen ismerkedtél, vagy milyen volt az édesapád, az nem releváns ezekkel a, most bocs, hogy így mondom, de mélyérzésű, széplelkű, magukat kereső, vagy épp elveszett férfiakkal, egész egyszerűen nem ebben az állapotukban vannak, abban az állapotukban vannak, hogy bizonytalanok, tapogatóznak, fedezik fel a világot, hogy kik ők ebben a világban, meg ami ugye még fontosabb, kik akarnak lenni. Tehát, hogy mi is így a dolguk, ami egy szürreálisan valószínűtlenül rettenetesen félelmetes állapot. 30-40-50 éves férfiként így leéltem kvázi a fél életemet, csináltam valamit, de elbizonytalanodtam, és akkor most mi van? Most ki legyek? Most hova tovább? Tehát, hogy tényleg nem tudja. Nem tudja. És ezért azt kell megérteni, és okkal hívom, tehát a tudatos férfit ugye én szoktam vándornak hívni, ez a vándor időszaka, ez a nagy korszak, és a vándor társa az Amazon, és ezt annyira jó lenne megérteni, hogy szó szerint van így. Tehát a vándor bizonytalan, a vándor befolyásolható, a vándor figyeli a megérzéseit, a vándorra lehet hatni. A vándor nem tudja. A vándornak az ego akarata, hogy ő most mit akar, az épp nem erős. Felfedező üzemmódban van. És hozzá erős nő kell, hozzá az Amazon kell, hozzá az Amazon az a nő, aki tudja, aki okos és erős, aki kezdeményez. És ez azt jelenti, hogy,
felelősséget vállal. És ez azt jelenti még konkrétabban, hogy ezzel a vándorállapotú, tudatos, vagy épp elbizonytalanodott, tehát a titán korszak, tehát a fiatal felnőtt kor válságában ez már jellemző, hogy így tényleg nem tudja. Tehát ezzel a férfival két szélsőség működik. Három dolgot csinálhatsz, ebből kettő működik. A három, amit csinálhatsz, az egyik, hogy vársz, hogy majd ő akkor tudja. Ez nem fog működni, tehát ezt ugyan csinálhatod, de nem működik. A másik kettőt érdemesebb csinálni, mert működik. Mind a kettő szélsőség, tehát a középen vagyok langyos és várok, az nem működik, a két szélsőség működik. Az egyik a kifejezetten határozott, ugye ez az Amazon üzemmód, aki tudja, jön, akarja, kezdeményez, felhív magához, váratlan helyzeteket teremt, legyőzi a félelmét, legyőzi a korlátait, kilép a komfortzónájából, és a férfi egyébként nagyon szívesen veszi azt, hogy a nő sodorja, hogy a nő tudja, mit akar. A férfi örül ennek, hogy nem kell döntéseket hoznia, mert elég bizonytalan már önmagában is az egója, elég sok csapást kapott, és most ő épp nem maga biztos ebből, hogy mit is akar. Tehát örül, hogy nem kell újabb kockázatnak kitenni saját magát, meg az egóját, azáltal, hogy téged megkérdez, vagy felét kezdeményez, és akkor így fél, hogy elutasítjuk-e. Tehát, hogy az egyik ez a döntés, ami működik, hogy döntesz helyette. És ezt tényleg szó szerint így értem, és nem... És semmi különösebb misztérium nincs mögötte, ezen kívül, hogy ő épp bizonytalan. És egyébként azon kívül, ami ennek a női oldala, hogy a nőknek nagyon is szükségünk van erre az okos és erős időszakra, amikor te vagy magabiztos és te kezdeményezel, nincs is jobb alkalom ezt megélni, mint egy ilyen vándor, egy ilyen tudatos férfival. Tehát, hogy ez az egyik, hogy kezdeményezni. A másik, tehát kezdeményezni határozottan, proaktívan dönteni. A másik meg vonzani. Szélsőségesen csábítani. Ugye mind a kettő a saját komfortzónád meghaladásáról szól, mind a kettő a saját egód kockáztatásáról szól, az Amazon harcos. Az Amazon tényleg szinte úgy is mondhatnám, hogy a nő előbb valósítja meg az igazi férfit, mint ahogy a férfi megvalósítja azt, mert a férfi jóval később majd a harcos korszakában lesz, hős harcos korszakában lesz igazából valóban férfi, most mindegy, majd linkelem az ábrát, nem, régebben mindig belenyomtam a képernyőbe, de szerintem nem látszik igazán jól, tehát egyszerűbb, ha külön előveszed, hogy a hős az, aki igazán kezdeményező, és az Amazon már sokkal korábban tudja ezt, és tehát az egyik volt a proaktív kezdeményezés, ami működik, vagy akkor úgy kell mutassam, hogy nem működött a passzivitás, működik a proaktív kezdeményezés, és a harmadik, ami működik, az meg azt szoktam boszorkánynak is hívni olykor, mint stratégia, az a szálak mozgatása, az ilyen brutális vonzás. Tehát a férfire, amikor vándor, lehet úgy hatást gyakorolni, hogy igazából esélye nincs ellenállni. De tényleg így esélye nincs. Tehát, hogy fog jönni, fog telefonálni, fogja tenni azt, amit te szeretnél. Nem tudom, most mondok valami, tényleg teljesen mindegy, mit mondok, de ha kombinés fotót küldesz neki üzenetben, vagy enyhén felhúzott kombinés, vagy mindegy, tehát annyira könnyen lehet a férfiakra hatni. És ez a másik, amit nőként nem egyszerűen csak ajánlok, mint technika a bizonytalan férfiakhoz, hanem nőként fontos saját magadban tapasztalni. Ezt az erőt, ezt ki kell bontakoztatni. Az Amazon az istennő kora, így is szoktam mondani, amit meg kell élni. Az istennő tudja, mit akar, kezdeményez, dönt, igen, a hétvégén menjünk el, ne bizonytalankodjunk, csináljunk, este 8-ra ott vagyok nálad, vagy reggel 10-re, vagy teljesen mindegy, és másrészt meg őszintén kifejezi és felvállalja az érzékeit és a vágyait, amivel olyan vonzást generál a saját irányába, hogy tényleg az imádók így fürtökben lógnak rajta. És ez lehetőség. Mármint, hogy erre minden nő képes, ez nem centiken, kilókon, vagy éveken, vagy gyerekek számán múlik, ami sok nőnek a félelme, hanem ez bátor, őszinte, önazonos önfelvállaláson, amit ha csak mer egy nő, akkor azt a férfi vonzónak, sőt lenyűgözőnek fogja látni, és bizonyosan közeledik. Úgyhogy a várakozás nem működik, a döntök, tudom, menjünk, csináljuk, határozottság működik, és ez a bátor, önfelvállaló, ilyen zsigereinél megragadom és vonzom, az is működik. Ugye a három közül kettőhöz meg kell halad magad. A várakozáshoz persze könnyű ücsörögni otthon, ahhoz nem kell semmit csinálni. Az a kettő működik, ahol meg kell halad magad, ahol bátornak kell lenni és merni a kockázatot választani. Én megígérem, hogy működik. Úgyhogy eddig a mai videó, és máskülönben meg hajrá! Jó munkát mindenkinek!
Ja, igen. Mielőtt végleg elbúcsúzom, elindult az ego jóga, illetve már eddig is kísérleteztünk az ego jogával, de most elérhető az ego jóga net oldal alatt, és kitaláltuk, tényleg már kipróbáltuk a rendszerét, van előfizetés, aki előfizet, az kap csoportot, elhelyezünk az ábrán, hogy hol tartasz, én magam is ott vagyok és segítek, vannak heti videókonzultációk egyébként velem, ugyanígy élőben megbeszélünk kérdéseket, kihívásokat, problémákat, én válaszolok, meg a teljes videóarchívumhoz hozzáfér, aki ego jóga tag, tehát előfizető, és sőt még online kurzusokat is kap, úgyhogy március eleje van, mindjárt itt a tavasz, hajrá előre, érdemes dolgozni magunkon, és ehhez a legtöbb, amit mi adni tudunk, talán így tudom mondani, vagy az optimalizált segítség az elmúlt évek tapasztalata alapján, amit mi adni tudunk, az az ego jóga. Úgyhogy szeretettel vár az egojoga.net, ha ez érdekel, ez még a hirdetmény. Máskülönben meg megyek, megnézem, van-e szivárvány, mert esik, és egyébként meg hajrá, jó munkát mindenkinek!